Na sziasztok, régen nem volt már videó, ez nem azért volt, mert nem tudtam volna csinálni, hanem azért, hogy a kameráról nem tudom levenni a filmeket. Valami gondja van a kamerának, szóval kibe kell kapcsolni, elég sokáig tart, állandóan kiírja, hogy valami nincs rendben a kamerával, ezért nézzem meg, de mit nézek meg rajta, hát nincs semmi baj, a kamera működik. Szóval valami hiba jelzést kapok állandóan, és ezért nem bírom a kameráról felrakni a gépemre a filmeket. Viszont ha ezt a filmet látjátok, akkor sikerült megint. Szóval az a baj, hogy 3 vagy 4 filmet töröltem le idegenbe a kameráról, mert nem bírtam átrakni a gépre. És hát nem tudom, hogy mi a bajom. Remélem rendbe jön. Már ennek volt ennek a kamerának már sűrűbben gondja, és mindig rendbe jött magától. Remélem, hogy megint csak valami programféle lehet, mert a Sony, ez a Sony kamera, megváltoztatta megint a programot, amivel dolgozok, és azóta van ez a Gixxer. De remélem elmúlik. Remélem jön egy update és működik megint minden. Na mindegy. Szóval nem is erről van szó, hanem arról van szó, hogy letöröltem jó pár filmet. Egye fene, majd csinálok újat. Megpróbálom amiket letöröltem újra csinálni. Az egyik az, amit most láttak itt mögöttem. Szóval fájt a hátam is, de rendbe jött. Egy kicsit már rendbe jött, szóval hasogat, nem merek vele emelni, de időközöttben jó volt a hátam, aztán ástam tovább a pincét, és utána begyulladt újra. Most nehéz munkákat nem akarok vele csinálni, megpróbálok pihentetni, mert tudjátok, vagyis nem tudjátok, mert lelettek törölve a filmek. Szóval szeptember 28-án utazok Magyarországra. Nem lesz nagy látogatás, senkikhez nem megyek el, hanem csak egyetlen egy helyre fogok menni, vagyis 2. A Brigihez megyek, de csak a Brigihez annyi időre, hogy felveszem a Brigit és tűz tovább, és másnap ugyanúgy visszafele, és Brigit lerakom, és jövök is haza. Szóval megyek a Kevinhez szőlőért. Ja. Kapok valami mást is a Kevintől, de nem mondom, majd utána úgyis megtudjátok, hogy miért megyek még oda. Szóval a szőlő az a biztos, amiért oda megyek. Vásárolok tőle szőlőt. Szőlő szaftnak nekem, meg csemege szőlőt is. Említettem már más videókban, hogy a Kevin azok közé tartozik, akik nem szedték le zölden a szőlőt. Ezért kénytelennek nagyon rossz árba megszabadulni a szőlőtől, de én, szóval én se szedtem volna le zölden, az a helyzet, az a, nem tudom hányan vagytok, akik azt mondanák nekik, hogy nagy üzembe termeltek, mit tudom én, áruljátok az almát, és akkor valaki odajön hozzátok tavasszal, anélkül, hogy tudnátok, hogy milyen lesz a szezon vége, szóval jöhet jégeső bármi, ami elveri az összes szőlőt, csak pont a tietek, vagyis összes almát, csak pont a ti almafátok maradna az egyetlen egy, aminek almája lenne. De ezt nem tudhatjátok előre, mert nem tudjátok soha, hogy milyen lesz a szezon még. És tavasszal mégis odajön valaki, és azt mondja, vagy nyár elején, és azt mondja, hogy hát, figyelj, normálisan, mit tudom én, 60 forintért megvettük kilóját, hát az idén túl sok van, de ezt nem tudják még, mert még ne a szüret arra van, hónapokkal arra. Azt mondják, hogy túl sok lesz az idén, ezt már előre tudjuk. Ha levered az almát a fáról, kapsz 20 forintot kilójáért, ha nem, akkor add el, ahogy akarod. Szóval mit csinálnátok, levernétek? Én nem verném le. Azt mondanám, menj anyádba, olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak tudsz. Húzzál innen elfele. Szóval én se verném le, én se szedném le zölden a szőlőt. Mert nem. Szóval ameddig eljut odáig az a szőlő, hogy zöld állapotban volt,
odáig már rengeteg munka volt benne. Szóval azt a munkát, ha zölden leszöreteled, nem kapod meg a árát. Szóval semmiféleképpen nem kaptad meg az árát. És én nem szedtem volna le. Sokan leszették, nem szedtem volna le. Elküldtem volna őket az anyjukba. Sokan azt mondták rá, hogy ez biztos a kormány hibája. Ez nem a kormány hibája, ez már megint uniós baromság volt, mert tavaly ugyanezt megcsinálták a német gazdákkal, csak ott már beérett a szőlő, és azt mondták, hogy innentől tovább nem szabad szüretelni. Aki szüretel, attól megvonják az összes Európai Uniós támogatást, sőt, még bírságokat kap azért, mert leszüreteli. Szóval rengeteg sok gazdának megrohadt az érett szőlő a tőkén, mert nem szabadott szüretelni. Szóval még úgy sem szabadott szüretelni, hogy azt mondták, hogy itt egy iskola. Nekik adjuk ajándékba, leszedjük és megkapják ajándékba, vagy jöjjenek, kiszedjék le, megkap, nem. Szóval még jótékonysági célokra sem volt szabad leszedni a szőlőt. Szóval, és az egy uniós rendelet volt. Ez nem a magyarországi kormányzás hibája, vagy nem a német kormány, ez egy uniós rendelet, és az idén ugyanez volt Magyarországon. Sőt, ha kicsit utána néztek, akkor rájöttek, hogy a unióban a legtöbb almát, amit eladnak, az Ukrajnából és Lengyelországból érkezik. Egy ilyen uniós buziság, amit kitalálták évekkel ezelőtt, hogy minek Magyarország? Nehogy már Magyarország termelje meg az almát. Mert ha tudjátok, akkor évekkel ezelőtt, mikor unióba belépett Magyarország, rengeteg sok gyümölcsös lett csinálva. Szóval rengeteg föld bele gyümölcsfásítva, és akkor ha majd rengeteg gyümölcsöt fog Magyarország exportálni. De nem lett ilyen, hanem mit tudom én, 3-4 évre, amikor elkezdtek érni a gyümölcsfák, akkor arra kaptak pénzt a gazdák, hogy kiszántsák a francba az egészet. Csináljanak búzaföldet belőle. Aztán volt 2 évig búzaföld, aztán jött a támogatás, meddig megint csináljatok gyümölcsfákat. Szóval végeredményben a gyümölcsfáknak semmi értelme nem lett, viszont közben az unió csinált egy olyan megállapodást Lengyelországgal először, aztán lengyeleket felmondta, és aztán Ukrajnával csinált egy megállapodást azért, hogy az oroszoknak egyet az óra alá tudjon dörgölni, szerintem ezért volt, bár nem ezt mondják, de szerintem ezért volt, Ukrajnával lett egy megállapodás, az ukrán almát szállítják Európának. Viszont volt egy olyan év, azt hiszem az is tavaly előtt volt egy év, mikor nem vásárolták fel az Ukrajnából az almát, meg a lengyelek is, és azok a határ előtt elvitték a határig, ott nem engedték át őket, nem kellett az alma fenének, és a határnál megfordultak a kocsik, kibontották a határ mellett, kiborították az összes almát a földekre, az út szélére, és elmentek haza. És ez is megtörtént. És ez mind egy olyan kormányzásnak a hülyesége, aki Brüsszelben van, és azt hiszi, hogy ő a világ közepe. Na, mindegy. Szóval azt akarnam mondani, hogy vannak pár dolgok, hagyjuk, maradjunk a saját kertünknél. Szóval azt akarnam mondani különben a videóban, hogy van pár dolog, amit ki kell próbálni egy kertbe, aztán van egy ilyen pár dolog, amit ki lehet próbálni egy kertbe. Viszont a legtöbbet, amit én ki szoktam próbálni, mindig több évre. Szóval 1-2 évet legalább próbálom, de ezt itt mögöttem nem fogom kipróbálni, se ezt, se a cirkot. Szóval ezt kivágom most, és oda teszem félre, hogy a madarak nyugodtan leszedegessék a magját, nem érdekel. A többi meg ott rohad meg mulcsnak. Ez az egyik, a másik a cirok, ami nem, soha többet nem lesz a kertemben, ez már biztos. A cirkot leszedem és beviszem, hogy megszáradjon, és azt majd leszedem a magját, de nem lesz a kertben, az biztos. Ez a köles meg végképp nem lesz, mert ezt nem tudom, szerintem a madarak meg se várják, hogy beérjen és leverik az összest, úgyhogy ennek nincs értelme így megpróbálni a kölest. Közkívánatra! Déli harangszó! Nálam a jó idő van, azt kell mondani. De 3-4 napig esett az eső.
Jaj, nézzétek, milyen szépen virágzik még mindig. Na, ezt szedem most. Levágom a tetejét, leszedem, egy része marad. Hát, itt tudom én, egy pár picike marad. Azt a madarak már most leszedhetik. De a nagyját beviszem, leszárítom, kiverem, kicséplem. És akkor majd télen neveletetem a madárkákat. És ezzel is. Sajnos napraforgóból már van olyan, amit teljesen kiszedtek. És nem csak az, a szél is törik kifele, szóval nagyon hülye idők voltak mostanában. És nézzétek meg, még nem is száradt ki. És már szedik lefele a madarak, verik kifele. Van olyan, nézzétek meg, ott van fönt, már teljesen szétverték. Szóval egy szál nincs benne. És van olyan, amit így lekötöztem, és mégis kiszedték. Szóval, na, itt mi van egy. Lekötöttem ezekből a diszekből, hogy legyen jövőre vetni. Teljesen szétszedték az izét, a hálót és szana szétverték. Nem tudnak ezek gondolkozni, szóval nem gondolkoznak a télire a madárkáim. Na jó van. Na nézzétek, szóval nem szedtem le mindet, volt amit még fönt hagytam, mert már belekezdtek a madarak nagyon. Hát remélem, hogy beérik. Van köztük, ami még nagyon fehér. Hát remélem jó lesz, mert nem szeretném az összest a madaraknak adni, legalábbis nem most, mert jó egy részét megkapják télen majd kajájukba, de hát ne nyáron már, na. Meg azért kell nekem ebből vetőmag is jövőre. Nézzétek, milyen szép. Még nőhetett volna egy kicsit. Hát, belsejében semmi nincs. Hurrá! Arra nem érem, nem ilyen lesz, mint hogy üresek. Ha, ebben van. Jó van. Na jó van, hát ilyen. Nézzétek, leszedtem egy ilyen vizétököt is, dísztököt. Szép nagy lett. Nem tudom, majd adjátok már meg, vagy mondjátok már meg, hogy működik ez. Hogy így kiszárítom, és akkor majd utána, hogyha megszáradt, akkor belezem ki, és csinálom meg úgy, hogy én szeretném magamnak. Vagy most kell szétvágni, és akkor úgy kiszárítani, nem tudom. Szóval nekem még nem volt soha dísztököm. Majd valamelyikőtök biztos tudja, hogy mit kell vele csinálni. Nézzétek, már valaki el van tévedve itten.
Mit keresgél itt? Itt már nincs virág, te. Menjél oda, ahol van virág. Itt feleslegesen. Jaj, nagyon racomoltam. Na, jó van, menj innen. Leszedtem a cirkot, és látjátok, ezt is megszárítom, összekötözöm, aztán felakasztom valahová, hogy az egerek ne egyék meg. Aztán, hát ezt meg beviszem szárítani. Nincs más megoldás, nem lehet csinálni. Szóval nem lehet mindent kint hagyni a madaraknak. Most hiába is valamelyik ötök mondta. Szóval valamelyik, valaki adott egy olyan kommentet, hogy ezért ne legyél már tehetetlen, bazd meg. Hát miért te úgy csinálod a kertedet, hogy mindent vigyenek el a jószágok? Szóval én is adok, etetem őket télen meg mindent, de azért amit termelek, abból meg szeretném legalább annyit tartani, bazd meg, hogy legyen izé jövőre vetni való. Hát nehogy már mindent a izék. Nézd meg most a izét. A kölest teljesen elvitték a madarak. Ebből egy szál nem tudtam leszedni magamnak. Pedig szeretem a kölest, és akkor most mi van, bazd meg? Semmi. Szóval az ember magának termeli meg, mert nincs más, ebből él, akkor nem úgy kell gondolkozni, hogy majd felét zabálják le a madarak, a felét visszaveted, akkor mi lesz neked? Ne? Semmit, nem marad semmit télire. Lehet, hogy valaki úgy vagy úgy kertészkedsz, hogy hobbid megtermelsz annyit, amennyit neked nyárra elég. Én úgy termelem meg magamnak a cuccokat, hogy én télen is azt teszem, amit nyáron megtenek. Szóval nem úgy kell gondolkozni, hogy ne legyél telhetetlen. Nem telhetetlenség, bazd meg, ez azt jelenti, hogy meg kell csinálni az embernek, meg kell termelni azt, amit meg akar enni. És én megpróbálom magamnak megtermelni. Még jó, hogy a köles nélkül is megleszek most. De az amarántot például szeretném leszedni, de már látom, hogy szét fogják azt is verni, mert már özék rájárnak. A hollók, vagy hollók, nem is a hollók, hanem a varjuk, már verik szét az amarántot is. Szóval itt minden szana szétvernek, nem tudom honnan jött ennyi varjú az idén, soha nem volt ilyen gondom. Rászoknak itt nagyon a kertre, eljövőre. Olyasmit nem fogok vetni, ami ide csalogatja őket. Ezt annyi. Na jó van. Terv a mai napra még, hogy szeretném legalábbis ezt a részt berotálni, attól függ, hogy bírja a hátam. De beszeretném rotálni, jó lenne ezt a sarkot, legalább odáig, ameddig a krumpli volt, vagy eddig a csíkig, ahol a... Mert benne hagytam a gyökerét, az még rohadhat elfele. Szóval egy részt berotálni, és akkor Jancsi hagymát fogok ide visszaültetni, de úgy, hogy valamit leszedtem, a bulbusokat el kell ültetni, és nézzétek csak meg, még itt van a Jancsi hagyma, nem szedtem fel, szóval ezt felszedem, szétszedem, és azonnal ültetem oda vissza, szóval ez a tervem, még mára, szóval szeretném ezt megcsinálni ide hátra, azért ide hátra, mert ez lesz akkor az a terület, ahol a Jancsi hagyma mindig benne marad. Szóval minden évben nem lesz felszedve, hanem ott hagyom, és akkor mindig csak ki lesz ritkítva. És akkor itt nőhet. Na, terv, ez az egyik terv. A másik terv, nincs is másik terv. Örülök, hogyha hátammal ezt meg tudom csinálni. Ja. Na jó, hát... Nézzétek, ennyit hagytam rajta eleget. Halló, saci! Mutatok valamit, milyen hülye a természet az idén. Nézzétek csak, virágzik. De valami nem tetszik neki, látjátok. Nem tudom. Elszáradt elég sok rajta itt helyből. Nem tudom, mi nem tetszik neki. Ez a fa minden évben valami gondja van. Itt is van egy virág. Hát ezért nem tudom. Ez is virágzik. Ez jobb, nézzétek. Ez szebben néz ki, egészségesebb. Az egész fa egészségesebb valahogy. De viszont az többet terem. Ez nagyokat terem, ez meg sok aprót, de tényleg nagyon sokat, szóval
Erről sokkal többet szedtem már le minden évben. De nem tudom, mi a baja. Na jó van, azt mondta az asszony, hogy szedek belőle jövő héten. A somból csinál nekem somsütit. Somsüti. Milyen jó lesz egy somsom. Nem fosom somsüti, hanem somsüti. Jaj, de jó. Olyan finom. Most már nagyon jó. Érik nagyon szépen befele. És nagyon jó. Szóval nekem nagyon tetszik ez a somsom. Na jó. Felakadtam. Na. Ja, az új virág. Még nem is láttátok, csak fényképet csináltam róla. Kaptam a találkozón a Tamástól ezt a virágot. Most kezd el virágozni. Azt meg a Tibitől kaptam. Az is most virágzik. Ezt is a Tibitől kaptam. Na mindegy. Különben olyan idő van, hogy nyári időnek néz ki, a baszott melegnek, de nincsen ám csak 23 fok, és az ember alig izzad egy kicsit, és már fázik is. Szóval ilyen tavaszias, őszies idő van, de tényleg őszies. Nem nagyon filmezek most a kertbe, mert szerintem holnap csinálok egy izét, kerti kört képet nektek. Nem is tudom, mi volt az a múltkor? Milyen virág volt? Rengeteg lepke volt rajta, ja tudom, hátul. Na mindegy. Szóval azt hiszem, itt be is fejezem ezt a videót. Sziasztok! Remélem, hogy fel tudom tölteni a kamera. Nem szórakozik velem. Na, pápát!